Számos változás lépett életbe az elmúlt hetekben, hónapokban az építésügy területén. A legfontosabb ezek közül, hogy december 31-én megszűnt a kedvezményes lakásáfa. A változások sora márciusban folytatódik. Az elsőfokú építési engedélyezés ekkor kerül át az önkormányzatoktól a járás- és kormányhivatalokhoz. Igen, csak felpörögtek az év végén az új lakás eladások. Nem csoda, hiszen ekkor még 5%-os áfa megfizetése mellett lehetett hozzájutni ezekhez az ingatlanokhoz. Január 1-ével azonban visszaállt a normál 27%-os áfa kulcs. A kedvezményes adózás azon új építésű lakások értékesítésére vonatkozott, amelyeknek az összes hasznos alapterülete nem haladja meg a 150, valamint a 300 négyzetmétert, és 2018. novembere után kapott építési engedélyt. Azok azonban, akik ezt az időpontot megelőzően már rendelkeztek ezzel a dokumentummal, vagy belekezdtek az egyszerű bejelentési eljárásba, 5 év haladékot kaptak, vagyis a kedvezményes áfa igénybevételi lehetőségük 2023 évvégéig meghosszabbodott. Azokra pedig szintén ez vonatkozik, akik már fizettek előleget a kivitelezőnek. Az áfa visszaállása rövid távon az ingatlan piacon is éreztetheti hatását. A szakértők szerint sokan fognak a használt lakások felé fordulni, azok közül, akiknek nem telik újra. Az általunk még decemberben megkérdezett közvetítőiroda vezetője úgy véli, hogy a használt ingatlanok kínálata tudja majd követni ezt a várhatóan növekvő keresletet. Azok, akik a családtámogatás nyújtotta rendszernek a támogatásait igazából igénybe vették, azok általában valahonnan költöztek valahová, és ugye ez a lakáspiacot duzzasztotta használt ingatlanokkal, és nem is mindenki tudta ezeket az ingatlanokat értékesíteni, ezért a használt lakáspiacon az ingatlanoknak a száma a nyáron megnőtt. Közben a magánépítkezéseknél már október végén jelentős könnyítéseknek szánt intézkedések léptek életbe az egyszerű bejelentési eljárást illetően. Ezek mások mellett a TEV dokumentációt, az építési napló vezetését és más adminisztrációs feladatokat érintenek. Pedig a stúdióban Vég József, a megyei területi építészkamara elnöke. Jó napot kívánok, elnök úr! Jó napot kívánok! Áfa emelkedés, hát ugye január 1-től visszatértünk a régi áfára, a 27%-os áfára. Mennyiben emelkednek ön szerint az új építésű lakásárak, illetve a családi házak árai? Követik a 22%-kal drágában? Nyilván, tehát ami új beruházásként, vagy nulláról induló projektként ebben az évben születik meg, és mondjuk semmi előzménye nincs, azok egyértelműen egy ilyen játékszabály és adófizetési rendszerint élik az életüket, mint ahogy az utolsó nagy ilyen áfa kedvezményt megelőzően ez zajlott. De fontos megjegyezni, hogy a 2018. november 1-e előtt építési engedélyt kapott beruházások, vagy az egyszerű bejelentést illetően, akik a ETDR feltöltést már megtették, tehát folyamatban lévőnek tekinthető az adott építkezés, azok 5 év haladékot kaptak, és az előző bejátszásban is elhangzott, hogy ha hozzáadjuk a dátumot, mint 2023-ig, vagy hogy jött ez ki, tulajdonképpen az 5%-os áfa szerint bonyolíthatják az életüket. Aztán, hogy a puding próbálja, hogy működik a valóságban, azért mindenkinek tanácsolom, hogy pénzintézetekkel, egyebekkel azért egyeztesse a dolgait. Magyarul, ha csokot és egyebet menedzselő pénzintézetnél a számlákat kell majd felsorakoztatni, stb. Ezeknek a szabályait azért komolyabban meg kell vizsgálni. Szerint egyébként mennyivel drágul az építés, ugye már itt az elé, hogy 22%, vagy lehet, hogy mondjuk egy ilyen köztes, tehát hogy kevesebben drágul, éppen azért, mert hogy esetleg kisebb a kereslet, és ennek megfelelően igazodik a piac. Igen, amikor a csok, illetve az áfa kedvezmény megjelent, valahogy úgy működik ez az építési piac, hogy a piac összes szereplője jelentkezik ilyenkor készfeltartással a megszületett többlet forrás, vagy valamilyen módon megtakarításnak a ráeső részét, az, hogy mindenki igyekszik eltenni, tehát ezek a kedvezmények aztán messze nem az építetőnél landolnak, hanem landolnak kereskedőnél,
kivitelezőnél, nem tudom ki a tervezőt is mondhatnám, de mi nem annyira érezzük, tehát így a szóljak egy kicsit a mi világunkról is, mint építészkamara, de nyilván itt mindenki igyekszik, hiszen az élet azért folyamatosan drágul, és ezek a típusú pénzek is a piac szereplői között egy kicsit azért eloszlanak, de hát marad belőle persze az építetőnek is. A kínálat kereslet, ahogy a kérdésben elhangzott, a országos statisztikákat nézegettem, merre halad. Egyáltalán a múlt évről egyelőre csak ilyen első fél évig terjedő statisztikákat tudtam megnézni, és azok is országosak, tehát megyei szinten nincsenek konkrét ilyen adataink, de ezekből azért az derül ki, hogy a csúcson talán az új lakásépítés vagy elérte, vagy kezdi elérni, és valahol talán túl is billen ezen a ponton. Úgyhogy a következő évre, tehát az új lakásépítés a múlt évet illetően 20-valahány ezres számot jelentett, ezt erre az évre, jövő évre további csökkenésekkel számolnak már a statisztikák, és ilyen 10-15 ezer körüli megnyugvást becsülnek. Innen esetre az árakat illetően önmagában az áfa változása az azért együtt kezelendő ezzel a piaci kínálattal. Itt ilyen híreket hall az ember, hogy Debrecenben például már akkor az új lakás kínálat, hogy alig lehet eladni új lakást valójában, tehát fizetőképes kereslet nem annyira van. Jó, hogy ott a BMW érkezése, vagy várható érkezése, hiszen elkezdtek ott bizonyos munkálatokat, egyfajta ilyen hurrá hangulatot jelentett, ezek majd kiadhatók, vagy eladhatók, stb. Tehát egy túlfűtött kereslet volt itt az elmúlt évben, ez ott például lecsillapodott. Valószínűleg azért az ország más részén így a mi világunkban is csökken tulajdonképpen, vagy moderálódik mondjuk így a kereslet, van azért ettől függetlenül, de egy picit, ahogy elhangzott itt előzetesen, a használt lakások piaca egy kicsit lehet, hogy a helyére tud lépni az új lakásépítésnek, és ismét érdemes azokkal is foglalkozni. Tehát akkor megtorpanásról lehet beszélni mindenképpen. Hát ez egy túlzás, talán ezt a szót mondani, lassulásról minden esetre igen. Tehát a csökkenő áremelkedésről, csökkenő keresletről azért számot adnak az ingatlanosok, úgyhogy, de talán ezt még azért így a való világban annyira mi nem érezzük, tehát itt mi tervezésben, műszakellenőrzésben élünk, dolgozunk. Az elmúlt évben éreztünk ilyen első háromnegyed évben, hát valamiféle kisközepes munkáknak a jelen létét, érkezését véltük. Az utolsó negyed év viszont a tervezés világában, és itt több cégnek ismerem a véleményét, statisztikát, mégis gyorsult, úgyhogy ez most egy kis lendületet ad az év elejé munkakezdésünknek, és talán jól fordultak a tervezőszervezetek például, de ennek ellenére mégis egy lassulás küszöbén állunk, ami hát sokaknak lehet, hogy azt üzeni, hogy lehet, hogy érdemes még kivárni, mert javulhatnak az árak, bár ahogy mondjuk mindig itt nem az árak valójában nem annyira a csökkenés irányába, de legalábbis ez az elmúlt években jellemző nagyon drasztikus áremelkedésnek az üteme azért lényegesen csökken. És mennyiben segítheti, és akkor most a családi házépítésre térjünk ki egy kicsikét, az viszont mennyiben segítheti, hogy hát jó néhány kötelezettséget a kormány megszüntetett a családi házépítéssel kapcsolatban. Úgyhogy ez tudja ellensúlyozni esetleg az áfa kedvezmény megszűnését? Hát a politika a világa ezzel a fajta adminisztrációs könnyítésekkel, mondjuk így, ami 2019. október közepén jelent meg valahol rendeleti szinten, azt üzeni, és az a szándék, hogy tegyük még könnyebbé, még egyszerűbbé a családi házépítés világát. Ennek folyamányaként az elmúlt években jellemző egyszerű bejelentési eljáráshoz kötődően nem kötelező, de most ennyit mondanék egyen, hogy nem kötelező, de nem tilos. Ez is fontos. Építési napló vezetése, nem kötelező tervezői művezetést igénybe venni, nem kötelező tervezői felelősségbiztosítást és kivitelezői felelősségbiztosítást sem kötni. Nyilván, ha ezek kötelezőek, ezeket minden szereplő beárazza, és a végén mégiscsak az építető fizeti ki a cekket. Mennyiben lesz nagyobb kedve építeni valakinek családi házat így?
Hát azért azt azért nem hiszem, hogy ezek a kérdések alapvetően eldöntik egy fiatal párnak vagy egy családnak az építési döntését, szándékát. Egyelőre nekem volt éppen egy áthúzódó munkám, aminek a kezdése október közepe helyett november elejére csúszott át, és az előző rendszerint előkészített anyagunkat egyébként tartalmilag is felül kellett egy kicsit vizsgálni, mert a mindettől függetlenül egy egyszeri feltöltésre szükség van az egyszerű bejelentés kapcsán is a dokumentációt illetően, és tartalmilag egy picit többet, vagy nem is tudom ki, hogy éli meg, de valójában egy kicsit visszanyúltak a szabályozás alkotói a 2-3 évvel ezelőtti akkori tartalmi elvárásokhoz, nem az építészkamara időközi evolúciója szintjén állt meg most a tartalmi követelmény, hanem egy kicsit más dolgokat, és ez egy többlet feladatokat azért jelent. Tehát van egyfajta ilyen elektronikus feltöltési kötelezettség, azt követően végül is egy felülvizsgálatára az anyagnak sor kerül, és egy viszonylag rövid időn belüli visszacsatolásra, hogy az anyag alkalmas kivitelezés, és utána viszont nem kötelező, ahogy mondtam, a napló, és még sok minden nem kötelező. Én és a mi szakmánk azért azt mondja, hogy ez nem azt jelenti, hogy tilos. Tehát aki alapos, gondos és mondjuk adminisztrálni szeretné az építkezését, és ha netán rosszul sülnek el a dolgok, később legyen dokumentum arról, hogy mikor, miért, mi történt, ebbe a mindent lehet rendszerbe, semmiről nincs már szinte komolyan vehető dokumentum. Az építési napló azért írott formában létezik és megmarad a rendszerben, és jogilag is felhasználható. Jó lett volna még beszélgetni, csak az idők sajnos véges, úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltálunk. Na hát én is köszönöm szépen.